Hát sziasztok, én Gia vagyok, az Égi Szent és Skifi Klub egyik tagja, és szeretném bemutatni nektek Korit, aki sziasztok. Szintén a klubunkat gazdagítja, és ő most az ügyeletes steampunk előadónk. Amint látjátok, ő a cosplayes vonalat is erőteljesen képviseli, hogy a későbbiekben hozzá lehet majd ebben a témában fordulni. Na de már most ugye nem csak a steampunkról lesz szó, hanem a steampunkról a cyberpunkig, a punk stílusról. Hogy jön ez össze a skifivel? Van-e valakinek ötlete? Most minden ötletet kérdésemre adott jó választ kuponnal fogok jutalmazni. Ezeket a kuponokat később ajándékokra lehet beváltani az asztalunknál, ami a tornacsarnokban van. És hogyha ügyesek vagytok, akkor elég sok kuponom van, elég sok ajándékot tudtok majd összeszedni az előadás végéig. Szóval esetleg van-e valakinek ötlete, hogy hogyan jön a punk stílus a skifihez? Van-e ötlet, jelentkező, akárki? Senki? Halvány kóbor gondolatja. Adok egy kis segítséget. Egy régi sorozat címe, Sliders. Na jó, oké. Bocsánat, öreg vagyok. Na, ott van egy jelentkező. Nagyon jó. És ugye mi az időutazás, ha nem más, mint? Skifi. Gyere a kuponodért. És aki előre jött, az maradhat is elő, mert hát, ha lesz még jó válasza. Nagyon jó. Na akkor kezdjük is ott, hogy először elmondom röviden is, hogy mi ez a punk. Ugye biztos hallottatok már punk zenéről, vagy láttatok már kakastelios punkokat. Ugye általában egy bizonyos stílushoz szokták ezt kötni. Meglepő módon a skifiben elég sok ilyen lázadó punk irányzat van, alternatív életmódot jelent, alternatív viselkedés, és amolyan csináld magad mozgalmat, ami a 70-es évek garázzenekaraitól indult furcsa módon a zenéből, majd egyfajta életérzési életmóddá vált. A skifiben elég sok ilyen irányzat megjelenik, kezdve ugye a steampunktól, de említetném a dieselpunkot, a biopunkot, az atompunkot, és ugye a cyberpunkot is, az ecopunkról meg már nem is beszélve, ami ugye a mostani klímakatasztrófának az egyik főbb irányvonalát vette magára. A punk stílus ugye eleve egyfajta anarchiát sejtett maga mögött, pedig megvannak a saját szabályai. A skifiben az időutazástól kezdve, ami eléggé felkavarja az időségokat, és ugye alternatív lehetőségeket dob elénk, kiindulva mindenféle eszközt felhasználva, amit az ember talál, ugye abból alkot, a kidobott cuccoktól kezdve a legmodernebb gyárból ellopott kütyükig bármit fel lehet használni hozzá. Tehát igazából a punk stílus életérzést föl lehet húzni erre a vonalra végig. És az első, amiről beszélni fogunk, ezt most Korinak fogom átadni a szót, ő lesz ebben a fő előadó, a steampunkot fogja nektek egy kicsit megvilágítani, nem a hagyományos oldalról, én pedig jó laikusként közbe fogok kotyogni. Sziasztok! Azzal kezdeném, hogy a steampunk nem más, mint egy alternatív múlt és jövő. Ezért hoztam példának a Sliders-t, mert ott is világok közt ugráltak. Két világ között lehet rengeteg különbség, de lehet nagyon kicsi. A steampunk alapja, én úgy szoktam magyarázni, hogy a viktoriánus kori Anglia, bocsánat, Werner Gyula szemüvegén keresztül tollából. Mi ennek az, kaphatnánk egy képet? Kérjük a következőt. Ez az. Köszönöm szépen. Tehát ő itt Werner Gyula, az a fantasztikus úriember, aki rengeteg találmányt ikletett. Ugye a lényegünk az, hogy ekkor jött az ipari forradalom. Az ipari forradalom pedig meggyorsította körülbelül mindent. Meggyorsította az alapanyagok előállítását, a gépek forradalmát jelentette, és hogy miért innen jött az egész, mert meggyorsította az utazást. Elérhetővé vált az utazás a felfedezés mindenki számára. Azért hozzátenném, hogy tudja valaki, hogy milyen ez a Steam? Tehát, hogy mi ez az a Steam, ami az egészre épül? Ki mondta? Jár egy kupon érte, gőz. És akkor milyen valaki járművekről van szó? Igen. Tudja valaki, hogy mi a steampunk, ami a legjellemző jármű? Steam, gőz? Gőzmozdony, köszönöm szépen. Ki mondta szépen. A gőzmozdonyt? Jár a kupon. De itt mondott a hölgy egy másikat is. Közben. Mi volt az? Stimmel.
Neki is jár a kupon, gyorsan. És még nem csak ezek, ugye a gőzhajó, a tengeri utazás. És ha már tenger, akkor meg tudja valaki nekem mondani, hogy a steampunkra mi az, hogy mi volt a neve annak a járműnek, amit mai napig... A világ leghíresebb steampunk járműve. Stimmel! Ügyes, zseniális, szóval. Köszönjük szépen. A Nautilus egyébként mi volt? Tenger alatt járó. Tenger alatt járó, köszönöm szépen. És ha már tenger alatt járó, akkor az én drága kis krakenem is köszöni szépen, hogy meg lett említve. Itt csücsül a fejemem. És akkor még ott van még az űrhajó, meg az időgép. Időgépről jut eszembe, ha egy kis áramkimaradást ingadoznátok, az a mi hibánk, mert van egy működő időgép a pultunkon. Így van, jöhettek is megnézni, ott van az időzítés, a visszaszámláló az asztalon, ott világít. Aztán már kétszer okoztunk itt galibát, reméljük többet nem fordul elő, de hát nem tudjuk garantálni. Kérhetnénk a következő diát? Na itt is látható egy időgép, illetve pár apróság, ami erre a korszakra jellemző. Hát igen, ez az utazást írja le legjobban. Akkor egy következő diát. Na, kedvencem. Ki tudja, hogy mi ez? Hogy hívják a járművet? Még egyszer? Monocikli, nagyon jó. És azt meg tudod mondani, hogy melyik az a híres anime, amiben egy monocikli nagy szerepet játszik? Az egyik fő jármű a animébe. Nagyon híres, egy órás anime. Valaki esetleg? Benne van a... Gőzzel kezdődik. Igen, azzal kezdődik a neve. Egy kisfiúról szól, és az ő kalandjairól esetleg. Ott van egy jelentkező. Pontosan! Van, szuper! Jár a kupon. A gőzfiú volt az egyik olyan különleges anime, amit a magyar tévék is csó nélkül leadtak. Hála a mi nagy öröm, és nem mindegy örömünkre. Hála ennek azok is megismerhették egy kicsit a korszakot és a stílust, akik ugye alapból nem nagyon néznek animét, és nem rajonganak a steampunk stílusért. Emlékeztek valami különlegességre a filmből már, aki látta? A fő gonoszra, ez nagyon jellemző a steampunkra. Ez egy olyan dolog, ami a múltban elképzelhetetlen volt, ma viszont már teljesen természetes. Pontosan mire gondolsz, Kori, a megjelenésére, vagy a... Nem, hát orvostudományilag is nagyon fontos. Mechanikus. Pontosan a mechanikus végtagok. A steampunkra nagyon jellemzőek a mechanikus végtagok, hiszen a korban a háborúk, az utazás, a fejlődés következtében rengeteg volt a sérült, rengeteg ember vesztette el a karját, lábát, látását, és a steampunkban ezt valahogy pótolni akarták. Tudták, hogy lehet pótolni, csak nem volt meg a megfelelő technológiai, technikai háttér. Ma viszont ez már teljesen természetes számunkra. A steampunk azért alternatív múlt és jövő, mert a múltból indult, viszont a mai napig minden steampunk. Minden, ami összedolgozza az embert, a technikát, mindent, amire úgy gondolod, hogy elképzelhetetlen, de megvalósul, az mind steampunk. A steampunk egyik lényege, ha el tudom képzelni, és meg tudom építeni, az működni is fog. Ez a tipikus punk csináld magad mozgalom, mint az a nénén. Igen. A garázsokba összetákolták a saját kis bandájukat, zenéjüket. Tehát ugyanez végigvonul a steampunkon. A steampunk ruházatban és ékszerekben, majd később látni fogjátok egy másik dián, vagy oda jöttek a pultunkhoz, akkor még jobban ki tudom nektek vesézni. Nagyon lényeges az újrahasznosítás. Én még újrahasznosításnál, pont itt a képen látjátok ezt a tök jó újrahasznosítást. Melyik film is van még ott egy képkockányi erejéig? A Men in Black-nek a harmadik része jár a kupon. Ugye itt egy kicsit modernizálták ezt a monociklit, illetve a másik képen ott nem egy gőzverziót, hanem egy dieselpunk verziót láttok belőle. Tehát többféle helyen is feltűnnek ezek a különleges szerkezetek, és az a legjobb benne, hogy ez a monociklia ugye a valóságban is működik, többen megépítették már, és valóban lehet vele közlekedni. Igaz, hogy egy kicsit balesetveszélyes, de egy tökéletesen működő, ugye képzeletbeli jármű, amit megvalósítottak. Egyébként sok ilyen tárgy született a Skifi kapcsán. Gondoljatok csak például a mobiltelefonokra, nem tudom, mind
mindig visszatérek a Star Trekhez, ugye az én gyökereimhez, amikor ugye előkapta a körkapitány a kis kommunikátorát, kicsapta a fedelet, és ugye hívta a Scottit, hogy sugározzák föl. Hát ugye ebből jöttek ugye utána a mobiltelefonok, ugye az első kihajtatós változatok, és ez volt az alapja abszolút. Tehát minden a következő diát. Köszönöm szépen. Itt három különböző stílus látszik. Jobb oldalon... Te voltál? Bocsánat. Bocsi. Tehát jobb oldalon egy tipikus felfedező. Tudtok mondani nekem steampunk ruhastílusokat, dizájn stílusokat? Valaki esetleg ötlete, hogy miből építkezhetett ez a steampunk? Nézzétek meg mondjuk a jobb oldali lánynak a ruháját, hogy mire hasonlít vajon. Van-e ötlet? Akkor kicsit segítek. Ő a felfedező. Tehát a korra jellemző, hogy mindenki Indiana Jones. Ja, az a bal oldali, de igen. Nekik jobb. Nekem bal. Bocsánat, igaz. Színpadi jobb. Tehát, hogy mindenki egy modern Indiana Jones. A másik oldalon pedig a katona. A stílusa nagyon jellemzőek a katonai egyenruhák, a kitüntetések, illetve középen a felfedező, az ismeretlen felfedezője, a tenger alatti világ felfedezője. Vagy éppen az űré. Bocsi, ezt nem lehetett kihagyni. Igaz, igaz. Nem tudom, ki látta a Leleményes Hugót. Leleményes Hugó, szuper. Tökéletes steampunk például. Ah, ott is nagyon jó. Igen, emlékeztek abból a kis filmbevágásokra? A kis néma filmekre? Amikor megtalálják az elveszett mozikópiákat. Igen. Az egyik leghíresebb jelenet, az pedig melyik volt, aki megmondja, kap egy kupont? Igen, a holdas, a gyerekkuponodért, igen. Jó, és akkor rögtön a hold után hova mentek? Na, ott valaki jelentkezett. Egy kicsit fel, egy kicsit le. A két mai napig a két legismeretlenebb terület. Pontosan. Jó, jár a kupon oda is. Még népesetek hátra neki, mert mindjárt kiugrik a farka bőréből, róka bőréből. Még népszerű stílus a western stílus, ez a klasszikus kánkán szoknya, azt a hölgyek nagyon szeretik, de szerintem az urak is. Jaj, vagy új, vagy nyugat, ki látta? Hála Istennek, elég kevesen, bocsánat. Pedig az egy nagyon jó steampunk film. Legalábbis abban a szempontból, hogy jól bemutatja nekünk, a találmányokat és az ötletességet, hogy mit lehet kihozni belőle, mit lehetett volna. A mágneses nyaktiló. Igen. Mindjárt én is kapok egyet, úgy érzem. A következő diát legyen ön kedves. Köszönöm szépen. A egyik legnépszerűbb stílus a gépész stílus. Szerintem ez a legnépszerűbb, mindenki ismeri. Szerintem inkább az elegáns stílus a másik oldalon. Lehet. De mind a két stílus nagyon jellemző a steampunkra. És egyébként fura módon az összes punk stílusnak van egy ilyen kettőssége. Ha belegondoltok mondjuk egy jó kis cyberpunk filmbe is, ott is van egy olyan, amelyik biztos, hogy munkaruhába szerel valamelyik kütyűt, gépét, gépészkedik. Szágyas fejvadász. Igen. Vagy ugye a másik verzió még megjelenik a csodaszép elegáns öltözetébe, és csak egy gondolattal a csipével vezérel valami másik kütyűt. Tehát itt is látjátok ezt a kettőséget. Illetve a másik oldalon az úriember, ha jól látjátok, akkor robot, vagy teljesen, vagy félig. Android. Robot. Éppen ami. Attól függ, hogy milyen az intelligencia szintje. Tudtok mondani olyan filmet, olyan sci-fi filmet, amiben androidok vannak? Lehet steampunkos, vagy cyberpunkos, vagy bármelyik, amiben androidok vannak. Még egyszer? Data parancsnok a Star Trekből, de volt korábbi is, tudtok-e még mondani, ahol android vagy mechanikus ember szerepel? Nem kell embernek lennie. Hát Cyborg ugye abszolút, bár ő már ugye félig, meddig ő inkább biológiai lény. Volt egy Alien. Igen, az Alien is nagyon jó. Azért jár ide is egy fél kupon. Hol és az egy Alien? Anime? Animéből esetleg valaki, hát csak van itt anime rajongó. Igen?
Még egyszer, Ghost in the Shell. Hát igen, nagyon jó, bár ott is inkább kibernetikus organizmusok igen. vannak, és nagyon kevés a full android. Jár a kupon, nagyon jó. Kis csillag, segítséget kérek, olyat mondtak, amit nem ismerek. Még egyszer. Major. Nagyon jó, fantasztikus, szuper. Na, hát azért csak beindulnak itt az anime rajon. Igen, igen, nagyon jó, szuper. Hát azért csak tudjátok, hogy mi fán terem az android. Nagyon jó. Az én kedvencem, a Dia Vampir vadászból a ló. Ó, igen, igen, nagyon jó. Köszönjük szépen. Na, nézzük a következő diánkat. Igen, az én kis szívem csücske, az újrahasznosítás. Amint látjátok az első képen, ugye most nincs itt Zachary, de biztos egyikőtöknek sem ismeretlen a Cool Gear Steampunk neve. Itt szokott lenni a pultjával Zoli, és mindenféle csodás ilyen kütyüket készít ő is, újrahasznosítva. Ez a Steampunk egyik fő alapköve, hogy minden használati tárgyunk szép. És ha már el is veszti a funkcióját, akkor is szép marad. Csak meg kell találni, hogy mire jó még. Igen. Lehet egy bútor része, akár funkcióval, akár csak dekorációban, egy kitüntetés, vagy ékszer. Vagy mondjuk nekem például az a baloldali kütyű itt van a maszkomon, én ezzel jelölöm, hogy melyik az alja meg a teteje, mert hogy magamtól sose bírom rájönni, hogy most melyiket kéne alulra meg fölülre fordítani, úgyhogy Zeki csinált nekem egy ilyen kis borostrá, hogy nehogy elfelejtkezzek róla. Tehát az a lényeg, hogy amit találtak, és amit találsz, akár a steampunkba, akár másik punk stílusba, újrahasznosítasz, és olyanná formálod, ami a számodra a leginkább megfelel. Engem ez nyűgöz le leginkább belőle, hogy végül is bármit meg tudsz csinálni, bármit el tudsz érni, ha el tudod képzelni. Igen, a következő díjat kérem, és akkor itt lesz a képemről, aminek le kell színni. Nem is, ez én voltam, én követtem el ellene, úgyhogy engem kell színni. Amit én erről szeretnék elmondani, hogy minden ember egy külön steamverzum. Nincs tökéletes steampunk. Ha úgy érzed, hogy a te steampunkod, a te punkod más, mint a többieké, más, mint amiről úgy gondolod, hogy elfogadható, nem, tévedsz. Úgy vagy tökéletes, ahogy vagy, mert minden ember egy külön steamverzum. Amen. Ahogy kinézel, ahogy te úgy érzed, hogy az jó, az lesz a te külön kis pókverzumod, és te úgy vagy jó, ahogy vagy. Tehát ha bárki azt mondja, hogy nem jó a cosplayed, nem jó a kalapod, nem jó a steampunkod. Ez nem is olyan, mint a filmben volt. Nagy ívbe tegyél rá, már bocsi a szóért. Igen. Mert az te vagy. Szinte bármivel lehet vegyíteni, bármilyen más stílussal. Ahogy látjátok, én legjobban farmerrel szeretem keverni a steampunkot. És jól áll, és jól nézek ki, és köszönöm szépen, boldog vagyok benne. Közben, hogyha hátra néztek ott a képen, a úriember itt van élőben is, itt világít a kalapja, ő ugye kicsit már a dieselpunk stílust is kép, és az elektropunkot, ő nálunk az elektropunknak a szakértője, olyan csodás dolgokat készít, gyertek, majd nézzétek meg az asztalnál. Neki köszönhetjük az időgépet is, reméljük több áramszünet nem lesz, köszönjük. És én azért választottam ezeket a képeket, mert úgy éreztem, hogy Corina, mint cosplayes, amatőr cosplayes, hiszen nem nagyon szokott versenyezni, mégis olyan egyedi öltözeteket tud összeállítani, ami inspiráló lehet mások számára, és számomra nagyon az volt. Számomra, amikor megnézek ezeket a gyönyörű cosplayeseket, akármelyik rendezvényen, akár skifiből, akár más animéből, vagy játékból öltözik be valaki, mindig inspiráló. Önkifejezés, egy olyan megjelenési forma, ami igazán punkos szerintem. Mert azt mutatja meg, aki ő szeretne lenni, akár ha másik bőrébe bújva, akár egyedi cosplayt létrehozva a saját bőrében. Tehát ez engem mindenképpen lenyűgöz, hogy köszönöm szépen, hogy Corina ezt bevállalta, így az égetést is. És kérjük szépen az utolsó diánkat. Hát én a steampunk stílussal ellentétben én egy képre így összezsúfoltam mindent, méghozzá a cyberpunk miatt, ugyanis a cyberpunk stílusra az az egyik legjellemzőbb, hogy akkor indult meg a 80-as évek közepén, amikor elkezdődtek a személyi számítógépek elterjedései. Ilyen ősidőkben nyúl vissza, és valójában mai napig is egyfajtában folyamatosan fejlődik és változik.
Amint látjátok itt a bal oldalon, van néhány punk stílus felsorolva, amik igencsak összekapcsolódnak, és sokszor össze is keverednek, és nem lehet például megmondani, hogy melyik tisztán melyik stílushoz tartozik. Ilyen volt például számomra, amit Korival épp beszéltünk az előadás előtt, nem tudom, ismerőse valakinek az az anime, hogy Blue Gender. Ki az, aki emlékszik rá? Ki az, aki esetleg szerette is? Az már kevésbé. Oké. Okay. És ki az, aki meg tudja nekem mondani, hogy melyik az a punk stílus, ami keveredik ebben a sci-fi animében? Biopunk, nagyon jó. És mivel keveredik? Nagyon jó, mehával. Nagyon jó. Jár a kupon? Szerintem erre kettő is jár. Akkor kettő. Sőt, adjunk neki hármat, mert emlékezett rá. Nem már. Hármat? Tehát akkor másnak is hármat kéne adnom. Elviszed neki jó, oda kettő. Hátra. Mindjárt jön érte elő. Köszönöm. Olyan sok jó cucc van a pultnál, és alig vittetek el kuponom. Hát még van egy pár kuponom, és még szeretnék osztogatni. Oké. Mikről szólnak egyébként ezek a filmek, játékok, könyvek, sorozatok, mert hogy ezekből már Dunát lehet rekeszteni. Utópiáról, disztópiáról, anarchiáról, ugye valamilyen posztapokaliptikus világban is játszódhatnak. Te jellemző a háború, a hódítás. Mondjuk a cyberpunkra inkább a zsúfolt városok, a nagyon gyors fejlődés, és az embereknek az a bizonyos nagy cégek által benyomorított életvitele, hogy dolgozol, dolgozol, küzdesz, élsz, meghalsz. És senkit nem érdekel szinte. Így van. És ugye mindemellett ugye olyan technológiával spékelik meg az embereket, amiket szinte nem is tud követni. Én rossz példa, de mindig azt szoktam előhozni, hogy nézem meg a nagymamámat és a mobiltelefont, az okostelefont, hogy sokszor ugye... Én sem tudom kezelni. Na tessék. Szóval nem tudják kezelni ezeket a modern technikákat, pedig megkönnyíti az ember életét, tök jó dolog, de sokan nem tudják őket vagy használni jól, vagy biztonságosan használni. Ugye a cyberpunk filmek, akár gondoljunk itt főleg a Ghost in the Shell-re, én most ez a kedvencem. Ghost in the Shell-ből ugye az volt a legnagyobb csapás az emberiségnek, hogy nem bírják az emberek jóra használni ezt a dolgot, megpróbálják a saját érdekeik szint irányítani az emberek egymást, és igazából semmivel sem különbek, mint 100, 200, 500 évvel ezelőtt, csak a technológia és az eszközök mások hozzá. Ki az, aki nekem még a Ghost in the Shell-hez kapcsolódva meg tudja mondani, hogy mi az az eszköz, amit használnak ahhoz, hogy kapcsolódjanak egymáshoz is a hálóhoz. Aki megmondja, az kap két kupont. Mi ez a beépített cucc a Ghost in the Shell-ben? Igen, ott van-e? És ott a nyertes kibernetikus agy, fantasztikus. És ezt tudjátok, hogy melyik filmet iklette? Melyik éles filmet? Filmsorozatot? Azaz! Nagyon jó, hát így van, oda is, hol, ki volt, ki mondta ezt? Ott is. Kupon. A Matrixról visszatérve, ki az, aki látta az összes Matrix filmet? Tegye fel a kezét, legyen szíves. És ki az, aki várja az új Matrix filmet? Mert ugye nem csak, ott van egy hátul nagyon. Ugye új Matrix film, az most fog majd jönni. És na akkor kérdezzünk a Matrixból is egyet, csak azért, mert még sok kuponom van. Ki az, aki meg tudja nekem mondani, hogy mi a Matrix? Egy jelentkező, kettő, valaki más esetleg? Hát az a rendszer, de a Matrix maga mi? Ez az tökéletes virtuális valóság. A virtuális valóság és a cyberpunk egyik lényege. Én most az animékből, ugye a Sword Art Online-ot hoznám föl példának. Nem tudom, szeretitek-e a SAO-t? Igen, imádom. Nekem ez is az egyik kedvencem, és képzétek, hogy ez is sci-fi. Milyen meglepő. Sokszor rácsodálkozik az ember, hogy hát ez is sci-fi, az is sci-fi, az is sci-fi, minden sci-fi, minden ami sci-fi, és mi szeretjük. Hát azt hiszem, lassan az időnk végéhez közeledünk. Sajnálatos módon én még nagyon sok mindent szerettem volna mondani, de nem férünk bele. Viszont, hogyha eljöttök a legutolsó terem, legutolsó sarkába az asztalunkhoz,
az Égi Szent és Skifi Groupnak az asztalaihoz, akkor ott még tudunk tovább folytatni egy kis beszélgetést. Asztalnál is van még vízjáték. Nekem lenne egy utolsó utáni kérdésem. Egy fél pillanat, jó. És akkor ott is be tudjátok váltani a kuponokat, és közöttetek majd fogunk fűdíjat is sorsolni. Úgyhogy senki ne menjen el, vagyis hát menjen az asztalunkhoz, adja le a kuponját, várja meg a nyereményét, és akkor Kori, az utolsó kérdés. Mi az, amivel lehet keverni a steampunkot és nem skifi? Az. Még egyszer? Fantasy. Fantasy, nagyon jó. Mert a steampunkot nem csak a gőz hathatja, de akár a mágia is. Így van, ilyet is tudom. Ennyit szerettem volna. Egy kis Full Metal Alchemist így a végére, ugye? Nagyon jó. Hát nagyon szépen köszönjük a figyelmet, hogy egy kicsit játszottatok velünk. Most átadjuk a terepet az utánunk következőknek. Biztos most már következnek a cosplay versenyek és más izgalmas dolgok. Hogyha szeretnétek még többet megtudni a skifiről, a cyberpunkról, a steampunkról, a játékokról, a könyvekről, megnézni a csodás kiállításunkat egy kis időutazással, akkor várunk titeket az asztalnál. Sziasztok! Köszönjük szépen!